Üdvözlök mindenkit! Borka János Balázs vagyok, az LCDH ZRT járműelemzésének az egyik szakmai vezetője. A mai napon egy helyszíni gépjármű állapot felmérést fogunk végrehajtani az Autotál kollégájával, Zsolttal, aki már nézi is a járművet. Miért fontos egy ilyen helyszíni felmérés? Az emberek 80%-a attól tudja megkülönböztetni a jármű elejét a hátuljától, hogy jellemzően elő fehéren, hátul pedig pirosan világít. Nagyon sok olyan része van egy autónak, amit a helyszínen, egy vásárlás során a vevő képtelen megállapítani, hogy az jó állapotban van, cserélni kell, vagy egy elhasznált alkatrészről van szó, illetve van még egy nagyon nagy előnye. Egy szegedinek egy debreceni autót elmenni megnézni, az egy napos túra. Mi ebben tudunk segíteni. Tartsatok velem! Szia Zsolt! Szia Balázs! Egy ilyen felmérés gondolom első körben a jármű beazonosításával kezdődik, nehogy egy másik jármű legyen felmérve az adott alany helyett. Mik a felmérésnek, illetve az azonosításnak az első lépései? Mit azonosítunk egy autón, mivel nézünk össze? Legelső lépés, elkérjük ugye a forgalmi engedélyt, megnézzük, hogy mi van beírva a vásszámként. Értem. Utána nézzük, hogy az autón van jelen esetben ennél a típusnál három azonosító, egy az üvegnek az alsó részén, itt a bal alsó sorokban, egy a jobb oldali B-oszlopon, egy matrica, az mond a legtöbbet az autó felszereltségéről, és egy a jobb első ülés előtt a kereszttartóban, az a beütött alvásszám. Mindegyiket ellenőrizzük, hogy tényleg ez az autó-e a vizsgálatra kijelölt, ami a papírokban szerepel. Jelenleg egy rétegvastagságmérési folyamat zajlik, itt gyakorlatban a gépjármű karosszériának a fémrétege és a legfelső festékréteg között lévő vastagságot mérjük. Miért fontos? Ezekkel az adatokkal tudjuk legelső sorban és legegyszerűbben megvizsgálni egy járművet, korábban volt-e javítva, volt-e sérülve, és hogy egyáltalán gyári minőségű maga a javítás, de egy Zsolthoz fordulok a pontos részletekért. Ha megnézzük az elejét az autónak, nagyon kavicsosnak tűnik, tehát ez egy nagy valószínűséggel autópályán használt autó lehetett, vagy nem tudom, mi erről a véleménye, Zsolt? Egyetértek veled, Balázs. Első ránézésre ugye az autó eleje, homlokfala, motorháztető, sárvédők első része, felső részeken, motorháztető, tükör, A-oszlop, tetőlemez első még része. Még a tetőlemez éle is, igen, látom. A kovics felverődés és az általában autópályás autókra jellemző. Ez, igen, a többi része eleve jó az autónak, gyári értékben van, ott nem volt javítva, le van patkázva mind a négy felni. Az első lökhárító meg van repedve itt a szélén, ez egy parkolási sérülésnek a nyoma. Ez inkább potkázás lesz az alsó része, magas szegély, igen, városi részeken. Szintén... Ebből már azért prognosztizálható, hogy ebben az autóban azért nagy valószínűsége van kilométer tisztességgel. Van, igen, mutatja is az órája, 2.19 van benne. 2.19, igen. Úgyhogy használták rendesen. Parkolási sérülő szintén itt a fényszórón. Fényszórón, ez egy határeset polírozással kijönt viszont, ha megnézed közelebbről itt, rengeteg apró kráterszerű szintén benyomódás. Kavicsok, igen, szintén a kavicsok, az én kavicsok, azt gondolom, igen, az eredményezi. Úgyhogy ez egyértelmű autópályás. Ha nézünk egy féket vagy egy kereket, akkor mik azok a szempontok, amik egy felmérés során átnézünk ilyenkor? A féktárcsát, a betétet, vagy mik azok a ugye most szerencsés esetben vagyunk, mert könnyű fényfelnével szerelt az autó. Igen, és viszonylag nagyok a rések, ahol be lehet látni, igen, tehát látod, ez nagyon fontos eleve szempont. Megnézed a tárcsáját, ami elsőre szembetűn, egy picit válasz, de ez még használható. Mindegyik tárcsára rá van írva, hogy mekkora minimális réteg vastagság. Értem. Ugye ezt általában a szervizekbe, vagy akár az ember otthon is ellenőrizheti. Oké, okay. Mikrométerre innen látszik a betéteknek a vastagság, ezek kb. 50%-os állapotban vannak, ezek még használhatók. Hátulján szintén itt a sarkon, kis parkolási sérülés, lökhárító sarkán, díszbetéten a prizma környékén. De ezek annyira nem relevánsak, tehát nem emiatt nem veszünk meg egy járművet. Hát használt autó nincsen sérülés nélkül. Így van, így van. Ez a fele sérülésmentes. Szuper. Úgyhogy itt nincsen semmi extra dolog. Jó, nézzük meg a motorteret. Amikor meglátunk egy ilyen motorteret, itt-ott azért olajfoltokat lehet látni, kosz van mindenhol, ez milyen benyomást kelt? Első körben azt mondanám, hogy ezt az autót ezt használták, és inkább azt mondom, hogy céges autó volt. Magánvásárlók azok, aki saját pénzéből veszi meg az autót, és figyel rá, és tudja, hogy ez egy érték neki, igen, meg egy használati érték is, az figyel rá, az nem így, nem így tartja. Ebben a motortérben, ha jól tudom, ez egy 5 éves autó, de látsz olyan részt, ami tákolva lett az elmúlt 200 000 km alatt? Első ránézését a kiegyenlítő tartálynál a visszavezető csőt, ez nem szakszerű gyári megoldás, valami szükségű megoldás, igen, lehet. Igen. Itt hátul a lambda szondának a vezetékelése, vezetékkötegelése, az sem
tűnik gyárnak, lehet, hogy lambda-szonda cserélve volt. A vize viszont szépen néz ki. A vize igen, rendesen megvan a szintje. A vize szépen néz ki, szintje úgy megvan. Van. Színe is normális. Ott én látok egy erősebb olaj kicsapódást hátul, az valószínűleg a kartercső igen. Lehet. Az normális egy ilyen motornál, ekkora ennyi futás teljesítményére, igen, a turbócsőn is látszik az elején a, igen, az olaj kicsapódás. Igen. Igen. Azért mondtam, hogy ezt az autót valószínűleg használták. Igen. És igen. Ezeknek milyen hátránya lehet egy turbócső olaj, gumi olaj, nem szeretik egymást, ha jól tudom. Nem. Az előbb-utóbb nyilván megeszi az olaj a gumit, és abból szivárgás, eldurranás, és ilyenkor teljesítményvesztés lehet, hiszen a turbó nem kap megfelelő igen, törődés. De akkor hibajelzés úgyis jön. Az hibajelzés az van. Most jön a belseje, Balázs. Szuper. Külső részével megvoltunk. Első pont a vezetőülés, ugye, annak okay. is az üléspárnája. Kibeszállásnak a nyomai látszanak rajta. Ha jobban megnézed, dohányzás középen, hogy dohányos autó volt, ki van égetve. Szőnyeg is ki van kopva erősen. Szőnyeg is ki van kopva, megnézed a kormányt, ki van fényesedve. Igen. Elég igen. rendesen. Igen. Kapcsolókon annyira nem látszik. Azon nem, ajtókárpit is viszonylag jól bírja, egy kis kopás, a sok kibeszállástól, a nyitogatástól. Ez nagyjából akkor a benne lévő kilométernek körülbelül megfelelő állapotot tükröz. Igen. De látom olyat is, hogy itt a az ajtó szigetelő gumia. Egy nagyon picit itt is látszik rajta, ugye. Övcsat, kabát, cipzár, értem. Bármi, kidörzsöli, ugyanúgy itt hozzá megy a kárpit. Vannak különféle táblák, igen. adatok tartanak. Hát ezek a szervizeléssel kapcsolatos dolgok. 5 éves garancia az autóra, utolsó szerviz elvégzése, dátuma, kilométer órállása, guminyomás értékek. Értem, szuper. Ezek általános dolgok. Tehát előhasználva volt az autó, ez erősen igen, látszik rajta. Látszik. És ez megint alá támasztja azt, amit az előbb beszéltünk az elején, hogy autópályás használat igen. volt az autó. Hát és itt hátul szinte új az egész. Hát itt, ha megnézed, igen, a küszöböknek a borítása, kárpitja. Nem a gyerek arra... lenne biztos össze lenne taposva. Hát az össze lenne rugdosva, igen. Karcolva, úgyhogy az látszana rajta. Igen, értem. Még ha kipucolják a szövetet, azt nagyon szépen ki lehet, mert az új autóknál tisztítani, de a kárpittal nem tudsz mit csinálni a karcos részekkel. Így van. És bár arra is láttunk már csodát, de ideig, óráig tart, nem tovább körülbelül. Igen. És ugyanígaz az ajtókárpitra is a fogozkodóra. Hát azt nem nagyon fogdosták ezt az ajtókárpitot. Mi a helyzet a csomagtartóval vajon? Csomagtartót elnézve, mondhatni új. Ezt se igen használták. Igen, mondhatni új gyakorlatilag. Kárpitok nincsen szakadva, nincs kiöntésnek a nyoma. Kárpitok szintén nincsenek összekarcolva. Értem, alatta, és megnézzük, hogy mit itt van egy nagyon rejt. Pici valami bepakolásnak a nyoma. De igen. ez használt autónál. Gyári kikenések átlagos. Megvannak, ez igen. nem tartom valószínűleg. Igen, ezt néztük ugye a belső römb a rétegosztagsánál, itt is volt mérve az autó. Így ha benézel, látod, hogy ezt a pótkereket még nem használták. Ezt nem használták. Ez az, amit a szalomból jött volna ki. Igen. És nem volt javítva a csomagtérfenék sem, a hátfal sem. Igen. Gyáriak a tömítések és a rétegosztagság értek is hozzá azt a 60 mikron de már magasságát. Egy flakon olaj azért jelzésértékkel tud szolgálni abban az esetben, hogy valaki miért tart olajat a csomagtartóban, ez valószínűleg tartom, akkor olajfogyasztást eredményezhet a motorban. Hát ugye láttuk a karter csöveknél és valóban is, és a turbócsőnél is az olajnak az olaj hordást. Igen. Igen. Első körbe adunk rá egy gyújtást. Értem. Ugye megnézzük, hogy ha van valami hibakód, vagy bármilyen jelzés, akkor az kiírja. Értem. Mit vizsgáltok egy ilyen belső rész során? Tehát mi a felmérésnek a része? Hogy... Ugye kipróbáljuk az, ami a sofőr kezelőjébe kerül, minden egyes kezelőszervnek a működését, megnézzük az ablakokat, központi zárat, tükröket, működnek rendesen. Értem. Ha van tető ablak, akkor annak a működését. Értem. Feltételezem ülésfűtés, légkondicionáló hatékonyság. Igen, értem. Elektromos ablakok ugye működnek-e gyakorlatilag, igen. ezek végig vannak nyomkodva. Multikormányon sok minden funkció van, ezeket mind ki kell próbálni, ugye megnézzük, hogy ugyanúgy működnek-e a központi kijelzőn, amit itt. Tehát akkor gyakorlatilag minden egyes kapcsolható, nyomkodható, működtethető részt kipróbáltok igen, a járművön. Van egy listánk itt, kettő oldal. Legyen akár ez a duda? Akár a duda például, igen. Vagy az index jobbra-balra, bármelyik. Értem. Ezután jön a következő fokozat, hogy akkor benyomjuk a fékpedált jelensetbe és adunk egy gyújtást a gépezetnek. És az megnézzük, hogy beindult. Igen. Hogy jelen esetben motorvezérléssel, befecskendelés, bármi gondja lenne, valami hibakódot írnak. Általában kéne az a kis sárga tenger alatt járó ikona, hogy úgy van. Köznyelv mondja, akkor a motorvezérlővel van probléma, de itt jelen esetben csak a keréknyomásnak a szenzorát mutatja, hogy azzal van gond a négy közül valamelyikkel. Értem, szuper.
Ennyi volt egy helyszíni állapotfelmérés, nagyon dióhéjban, nagyon minimálisan összefoglalva. Természetesen a kollégák ennél azért részletesebben megnézik a járműnek bizonyos pontjait, részeit, és ez alapján állítják össze a véleményeiket, készítik el a képeiket, meg alapján mi pedig elkészítjük önnek az online formában e-mailben kiküldött járműelemzésünket. Köszönöm a figyelmet! ECDH. Mindenünk az autód.